Having a good time. Itt vagytok végig akkor. Jó. Igen, jó, igen. Jó, rendben megbeszéltük. Sziasztok, ez itt a Party Shakers legújabb adása. A mai epizód különleges, hiszen itt vagyunk a tatabányai műjégpályán. Hogyha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, lájkoljatok minket a Facebookon, és érdemes lesz tényleg megnézni a mai epizódot, hiszen megpróbálunk lemenni, bemenni, és nem esni, kelni. Úgyhogy tartsatok velünk a mai adásban is. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Party Shakersnél! Éppen amúgy lekeverném az egyik zenét, de az árám a szemembe világít ezzel az izével. Szóval, mindjárt úgy is lejár. Ez egy marha. Kapd el! Az melyik? Az te vagy! Tényleg? Baszki, el is felejtettem. Azt hittem, hogy a másik személyiségem csinálta. Miért jöttetek el ide a mai napon? Hát igazából megmondva, mert jó a buli, illetve a falsang, illetve a kislány beöltözött, és hogy ennek reményében bulizunk egy jól. Gyakran eljöttök ide, vagy akár máshova, más jégpályákra? Nem, sajnos nem. Mi Németországból jöttünk most ide Tatabányára haza. A Gergőnél tanult a kislány, a 7. órája volt, és olyan szinten korcsolyázik, hogy így rámerjük engedni a jégdiszkó a nagy gyerekek, vagy nagy gyerekek közé. Akár egyedül is, vagy még csak kísérővel? Egyedül is. Miért szeretsz ide járni? Mert tudok korcsolyászni. Ezt gondolom az egész család a kikapcsolódás. Igen. Így van, egyértelmű, és mint mondtam, tehát a Tatabányai jégpálya által nagyon nagy sikereket ért el a kislány, és ezt nagyon köszönjük az edzőknek, illetve az egész létesítménynek. Elhívott a kedves barátom, hogy jöjjek el velem egyet korcsolyázni, mert amikor én hívom, akkor soha nem jön, tehát most kihasználtam ezt a lehetőséget. Ez hogy nézett ki ez az elhívás? Ráírtál, vagy felhívtad, vagy szóltál az anyukájának, hogy lejöhet-e játszani? Így volt, az utolsó verzió. Írtam neki, hogy jöjjön, és sajnos már megyasszonya van, úgyhogy már nem tud csajozni. Azért reméljük, hogyha majd jönnek a gyerekek, azért a keresztapa szerepet megkapod. Azt meg fogom fixen. Milyen gyakran jöttök ide, vagy akár másmilyen jégpályákra is? Nem tudom. Én tudjam. Engem is csak hívtak. De jó, legalább hívtak. Ez így van. Kell a törődés. Ha már család nem szeret, legalább ők igen. Ha nem a jégpályára jöttek, akkor milyen kikapcsolódás van, ami játszik nálatok? Egy mozi, pizzázás, vagy mivel töltitek az időt? Elmegyünk focizni. Általában, de ritkán mozizni is szoktunk, meg ilyenek. Igen? Ugyanez! Így van, hát bebaszombatokat kell tartani, az mindig jót tesz. Különnek érzem magam mellettet. Így van, csak sajnos az ivást azt még bele kéne vinni. Kólával, így van. Átjönnek hozzám, csak nem iszunk. Tehát egy korcsot se fogunk inni, mindig megbeszéljük, hogy iszunk, de nem iszunk. De mi van szombat este? Mi megy ilyenkor a tévében? Mit néztek? Vagy mit? Fifázgatunk! Fifázgattál eddig? Akkor terveztek még jönni ide a jégpályára legközelebb is. Mindenképp jövök. Alap. Törzsvendég az öreg. Igen. Jó a mai buli szerinted? Mindentől is. Miért rögszárult már ezeket? Hát mert jó kedvem van. Hát az nem baj, az a jó. Itt vagyunk a hét végén. Milyen volt a heted? Hát egész jó.
Hát mi számít jónak? Tehát ez múlik a jegyeken, gondolom, feleleteken. Hát itt a fegyelmim volt. Nem mondod, te ilyen rossz lány vagy. Nem. Mit csináltál? Ott is lögdösen az embereket, mint itt a pályán. Kár, hogy nem videóz. Nem. Itt vagyunk jelenleg Tatabányán, a jégpályán. Miért jó itt lenni? Hát már ki tudok kapcsolódni, és igen, jól tudom magam érezni. Nem, tehát nem zavar téged, hogy ismerősök vannak, nem. És látják, hogy eselkálsz? Nem. Örülsz is nekik, hogyha látják. Miért szoktatok ide jönni a jégpályára? Jó csajok? Igen. Lehet nőzni! Ilyen emberek vannak, csak. Mint ezek a férfiak. Ezek. Fullos zenék, jó csajok! Legjobb! Most a legjobb a zene! És az a... ezt a stílust? Élünk hát! Persze, de még mennyire! Meg az a jó, hogy ez mindenközben sport közben tudjuk csinálni, szóval az... Nagyon jó! Legjobb! Sportoltok is valamit amúgy? Persze. Igen! Kézilabda! Kézilabda! Kőkuti! Györné, jégkorongozom! Én is kézilabdáztam, általános iskolában én voltam a kapus. Na. De figyelj, itt le lehet csapolni. Csetben jön a kiálló, táncolgat. Várjál, most vedd a Szabit, ahogy vodkázik egyet, mert én keverek. Egy elég komoly márka, Nikolaus. Ebből szeretném megkínálni a kedves DJ urat. Nem tudom, hogyha ide figyel, akkor nagyon szívesen adok belőle neki. Ide figyelj már! Elfogadta! Köszönöm szépen az interjút! Kell egy kis muníció, hogy jobban menjenek a dolgok. Tudod, be kell tölteni korán reggel, és akkor délig tartó rendület van. Látod? Itt a Ghost producerem, kever helyettem. Jó napot kívánok a kedves tévénéző embereknek! Itt a Party Shakersnek a YouTube csatornáján, meg TikTokon, meg mindenhol, ami jelen vannak. Mi vagyunk a Dimenziós Zene, és igazából 2019-ben álltunk mi össze, mint formáció, akkor ismertük meg konkrétan egymást. Ma a Pál Péter, a kedves fogtündérünk meghívott ide a tatabányai műjégpályára, hogy zenéljünk egy kicsit, és úgy gondolom, hogy egy elég konkrét, egy elég odabatos szettet összeraktunk. Mellette ittunk is egy keveset, mert azt nem tagadom le soha, hogy alkoholista vagyok, pánikbeteg, stresszelek. Full alkoholista vagyok. Pánikbeteg, klausztrofóbiás, meg még van egy pár dolog, ami miatt van egy kis nyugdíjam. Volt kicsit korán hozzá, délután 5 órakor elkezdeni? Milyen 5 órakor? 3-kor kezdtük. Bocsánat. Az iváskor sosincs korán és sosincs késő. A mai adásban itt voltunk Tatabányán, a műjégpályán. Reméljük, hogy tetszett a mai adás. Tartsatok velünk jövő héten is, akkor egy újabb helyszínre visszük el a Party műsort. Addig is sziasztok! Kérem, kapcsoljak a kamerát!